Sziasztok, ez itt a Taylor Market, méghozzá a Quick Charts, és a múlt héten nem annyira sok tartalmat láthatatok tőlem, ezáltal nem is volt Quick Charts, ezt nagyon restellem, sajnos nem tudtam megoldani, pedig tudhatjátok, hogy a mindenhonnan megoldom, bármely ország legyen, az bárhonnan, tényleg, viszont az egyetemi gólyatáborna az volt az, amire kicsit kifogott rajtam, és nem gondoltam, de sajnos ez így történt, ezért volt kicsit olyan, hogy egyik napra a másikra nem jelent meg Quick Charts, de folytatjuk újult erővel, és mielőtt még belugranánk a dollárba, a makroadatokba és a tot Tában, hogy elmagyarázzam pontosabban, mi történt, vagy mi fog történni. Elhoztam nektek egy hírt, de egy annál fontosabb hírt, amit már tegnap azért láthattatok, ez úgy szól, mint ahogy a képernyőn is látjátok, nyert a Grayscale a Szekkel vívott csatában. Egy szövetségi bíróság a tegnapi nap úgy döntött, hogy az amerikai tőzsdefelőegyetnek Szek felül kell vizsgálni a Grayscale Investments által benyújtott kérelmének elutasító döntését. A Grayscale Investments, a világ legnagyobb kriptó mögött álló alapkezelő, először 2021. októberébe kérte a Grayscale Bitcoin Trust GBTC zárt végi alapjának tőzsde kereskedett alapú ETF történi átalakítását. A SEC elutasította a kérelmet, a határozatban azt állította, hogy a kérem ebben a formában nem megfelelő. A beadványban a Grayscale alakért az amerikai fel fellebb viteli bíróságot, US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, hogy vizsgálja felül a szek végzését, és a mai nap ezt a kéremet engedélyezték a bíróságon. Ez hatalmas hír, és ez majd a totálon látszik is, hiszen ez több mint valószínűleg nekünk azt jelenti, hogy végre jön Bitcoin ETF. Ezt azért még ne könyveljük el, majd hogyha tényleg megérkezik, és tényleg konfirmált a hír, akkor azért számíthatunk hasonló mozgásra, mint tegnap vagy nagyobbra. Na de, még mielőtt a kriptóra átugranánk, a dollárnál maradjunk egy kicsit, hiszen a héten nagyon érdekes makroadatok jönnek, és jönni is fognak, ilyenek, amik még következnek, hogy unemployment claims, non-farm payroll, unemployment rate, earnings, stb., és ezek eléggé felfogják úgymond tüzelni az alapból igen aktív és igen izgalmas dollárt. Ha megnézzük, akkor a korábbi emelkedés az nagyon erős volt, és konfirmáltam, meg tudtuk, meg tudta a dollár végre törni a elektronenszeres és mozgóátlag szintjeit, sőt komolyabb ellenállásokat is, ilyen volt például ez a 103,007, amit sokáig nem annyira szeretett volna megtörni. És ha arról is beszéltem, talán, legalábbis úgy emlékszek, hogy ugye nagyon közel volt a higher highhoz a dollár, ami egy hatalmas szó. Ezt még nem csinálta meg a Dollár. legalábbis azt figyeljük, hogyha e ezt a high nézzük meg, akkor ugye itt egyértelműen megvolt a higher high, ez a high képest ezt a high-t viszont nem tudta még leküzdeni, de semmi baj, hiszen ez is egy hatalmas előrelépés. És most uh, történik egy visszateszt, és ez a visszateszt nem is csak a exponenciális mozgó átlagra történik, vagy a 103,007-re, hanem a zászlónk felső trendvonalára is, hiszen ha most kizumulok nektek egy kicsit, akkor a napos idősíkkal látszik, hogy itt van egy elég markáns, nagy és... Um, már egy elég hosszan folyó, hosszan uh, húzódó zászló, ez a zászló nem más, mint egy trendfordító zászló, amennyiben konfirmált. Tudjuk, hogy ennek a konfirmációhoz adsz kell, hogy ugye itt volt egy szép mozgása, szép lower low stb. lower high-okkal, és hogy ezt meg kell törnie felfele, és vissza kell tesztelnie. Jelenleg ez folyik, ha ez sikeres lesz, és úgy gondolom, hogy a dollár az elég erős ahhoz, hogy ez sikeres legyen, hiszen ez egy nagyon nagy gócpont úgymond az ellenállásoknak akkor egy elég komoly erősödést is várhatunk a dollárral kapcsolatosan, és már elkezdhetünk gondolkozni olyan ellenállásokon, mint például a 105.699, 105 így a dollártól jelenleg most erősödést várnánk, persze ennek a konfirmációnak még meg kell történnie, hogy konfirmált lesz-e egyáltalán a visszateszt. Ezt tudjuk, hogyha lemegyünk kisebb idősíkra, és magának a visszatesznek húzunk egy felső trendvonalat, akkor az a konfirmált visszateszt általában, hogyha ezt a felső trendvonalat, a elpattanás, a vissza, indulása az árnak, az erősödése meg tudja törni normálisan. Tehát jelenleg erre várunk, és akkor a dollártól meg is kapjuk a választ, hogy, hogy mit szeretne csinálni. És ez azért lesz nagyon fontos, hiszen ez közvetlen egyetemen kiad a kriptó szektorra is. A dollár erősödése ugye kicsit gyengíti a kriptó elemeket, viszont a kripton talán most nem ez a leges, legérdekesebb mozgás. Legalábbis úgy értem, hogy nem ez a legnagyobb faktor, legnagyobb úgymond határozó a mozgásban, hiszen ez a tegnapi gyertya egyértelműen nem a dollár csökkenése miatt történt így, és a mai gyertya se amiatt néz ki így. A tegnapi gyertya az elég egyértelmű, az az ETF-ek, maga ez az ETF-es dolog miatt volt, pontosabban Grace KVS-szek miatt, és ö, hogyha néztétek az elemzéseket, amit mindenképpen ajánlok a free elemzés szobába, akkor láthattátok, hogy leírta Tamás, hogy ebből a konszolidációból hamarosan ki fog lépni az elem, ezt valahol ennél a dogyinál, vagy talán ennél a kis zöld gyertyánál e, írt a Tamás, de ha jól emlékszek, akkor inkább a piros dodginál, nem vagyok benne biztos meg kell nézni a dátumot. Az a lényeg, hogy a pont, amikor kilépett a konszolidációból az elem, előtte egy vagy két nappal írt a Tamás, hogy nagyon durván lecsökkent a volumenjenek ennek a konszolidációnak, és ennek a stádiumában, ennek a range a stádiumában ez ilyenkor azt jelenti, hogy valamerre ki fog lépni. Mi egyértelműen lefele számítottunk, hogyha megnézitek, milyen leszúrások voltak, és hogy mennyire negatív volt a piac jelenleg, konkrétan egy dead cross közeleget, akkor ez nem csoda, hogy miért vártuk ezt, viszont ez a tegnapi hír, amit, uh, amit mi is leadtunk, és egyébként a Bloomberg és stb, tehát a legnagyobb hírportálok leadtak. Uh, ez a tegnapi hír elég meglepetésként ért minket is egyik napról a másikra ezt a kereskedők nagyon szépen beáraszták és lereagálták, hogy az exponenciális mozgó átlagokat mind a kettőt meg is tudta szúrni. és én kicsit nyomtam is egy follow a tegnap ezzel az elemzéssel kapcsolatban, hiszen ahol megírtam nektek, hogy pontosabban mi történt, miért történt, és azt is, hogy nagyon vigyázzunk, hiszen én nem érzem annyira erősnek ezt az emelkedést egyelőre, mint például itt, amit, amit korábban figyeltünk, mindjárt itt megmutatom a kurzorral ezt. Így ajánlottam nektek, hogy figyeljetek oda a korrekcióra, és hogy én nem gondolnám azt, hogy ezt a zónát és az exponenciális mozgóátlagokat egyből meg tudná törni az elem. Ez így is történt, és ugye a bitcoinra fókuszál úgymond most a kereskedői brigád, ugye ott van a volumen koncentrálódás, de a mai nap az egy egész ö, szép gyertyára sikeredett, egy egész volumennel teli gyertyára sikeredett, és ahogy tegnap is írtam, ö, ki lehet használni különböző elemet fel és le. Tehát úgy gondolom, hogy ez az utóbbi két nap, hogyha résen voltatok, ez egy kereskedőnek jó volt a tegnapi nap az ugye főleg bitcoin, ma már egy kicsit jobban eloszlott a volumen, és hogyha a volumenet megmutatom nektek, akkor egyelőre egy nagyon szép képet mutat, tudjuk, hogy ez a zóna azt jelenti, hogy nagyon kevés, és ez felett egy kicsivel azt jelenti, hogy elég kevés, és a mai nappal, meg a tegnapi nappal a zóna felé tudta húzni. ez még mindig egy elég durva lower high, ha megnézzük folyamatosan csak lower high-okat épít ez a volumen chart, ugye ezt be se tudom húzni, de ha a zóna felett tudunk maradni, az már nagyon jó jel. Természetesen, ha már megvannak a konkrét adatok, hogy hogy lesz ez az ETF-fel, mi lesz az etf el milyen alapok tudnak belépni a piacra, akkor már várunk egy normálisabb emelkedést. Ez egyelőre egy pozitivitás a piacon, de nem várunk még akkor a rakétát tőle, mint ami korábban volt. Tehát látjuk, egyből jött egy korrekció is, még egészségesnek tűnik, nem azt mondom, hogy nem tudunk felfelépkedni, de nagyon óvatosak legyetek, ne ugorjatok bele. Én úgy gondolom, hogy ha megmarad az a volumen, ami már jön akár a dollártól, vagy ettől a hírtől, akkor ezen a héten még egy ideális kereskedési körülmény lesz, és könnyen lehet, hogy itt a mérlegemák és a zóna között, mérlegemák és exponences mozgó 50-es, 200 es között lehet majd, majd játszani ilyen range mozgásokkal elemeknél, és majd mindenképpen arra is kell figyelni, hogy ezzel meg lesz szementve a fenyegetett dead cross, vagy nem nem. Hiszen itt ugye elég csúnyán nézett ki, egyértelműen így, hogy fenn van az ár, így azért lassabban mozog az 50-es exponenciális mozgóátlag, erre mindenképpen kell figyelni, hogy mennyire ennek közel stb. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót. Majd valószínűleg pénteken jövök egy újja, hiszen most kicsit így plusz egy nappal csúsztatva vagyunk, így beosztásba, de mindegy, ezen héten még jövök egy kicsárc alatt, akkor átbeszéljük, mi lett a dollárral, mi lett a makroadatokkal és a kriptóval. Köszi a figyelmet, sziasztok, pacsi!